Itt állunk ma egy... Milyen nap van ma? Keddi nap. Igen, tökéletes. Itt állunk ezen a keddi napon az új palotai közösséghez előtt, hiszen nemrég mutattuk meg az új lenyomatunkat egy agyagtáblába, amit egyébként később majd el fognak árverezni, csak azért, hogy ez a közösségi ház újra felépüljön. De nem csak ezért állok itt, és nem véletlenül van a kezemben ez az újság, ugyanis ezzel együtt, ugye, ami nagyon jellemző rám, hogy ahol adok, ott ugyanakkor el is vesznek, botrányos koncertről írnak egy újságban, mégpedig azért, mert állítólag a gyerekek előtt szilikon mellekről beszéltem, és feltöltött kollagénezett szájakról. És ezt egy felháborodott apuka jelentette be az újságnak, és nagyon-nagyon fel van háborodva, hiszen egy 5 és egy 8 éves gyerek is ott volt, ami az övé. Apukának reagálnám, és aki elolvassa a cikket, ott van a véleményem is benne. A mai napig így gondolom, és minden koncerten megkérdezek egy férfit, hogy mi a véleménye a kollagénezett szájról, a szilikonmáról, és a vastag pénztárcájú pasikra bukó nőkről. És általában a válasz mindig nem. Erre szoktuk reagálni a kisgyerekek előtt, hogy maradjanak természetesek és olyanok, amilyenek megszülettek, hisz így szépek. És én még mindig úgy gondolom, hogy az az álszentség, hogyha egy gyereknek nem beszélünk arról, hogy milyen csúnya dolgok is történhetnek, hiszen általában az ilyen családokban történik majd meg az, hogy 16 évesen bekapja a legyet a kislány, illetve 18 évesen érettségire szilikon mellett kér, és akkor kérdezze majd meg apukát, hogy mi az. Szóval maradjunk természetesek, és kicsit sem bánom a cikket, mindenki olvassa el, és gondolkodjon el azon, amit ebben mondtam.